A Gyulai Évszázadok Alapítvány 10 éves történetének jubileumi kötetét mutatták be kent este a Városi Könyvtárban. Mint az Durkó Károly, a szervezet vezetője elmondta, a kiadvány egyfajta összegzésnek tekinthető, hiszen több olyan témával foglalkoznak, amit már korábban feldolgoztak. A könyv két borítóval, magyar és angol nyelven jelent meg, a német és a román fejezet ezen nyelveken is olvasható. Igazából azt szerettük volna, hogy egy olyan képes albumot készítsünk, egy olyan fotóalbumot a városról, ami nagyon megszólítja az embereket, megmutatja, rácsodálkozhat az az ember, aki belelapozik ebbe a könyvbe, hogy milyen szép is ez a város, olyan rejtett titkokat is láthat, amit eddig még nem látott. Próbáltuk ötvözni a képes album jelleget a hely történeti értékekkel, így Gyulaváros történetéről is, a belváros kialakulásáról is olvashatnak az emberek, a gyulai németek, a gyulai románok történetét is feldolgoztuk, valamint a gyulai zsidóságról is szólunk. Durkó Károly elmondta, igyekeztek egy-egy művészeti alkotást is elrejteni a könyvben, így látható Szilágyi István vagy Kohán György egy-egy munkája. A kötetben vannak olyan fotók, melyeket eddig nem látott a közönség, ezek közé tartoznak Székely Aladár képei. Azt már Balla Tibor mondta el, hogy a kiadvány már most túljutott a város, sőt a kontinens határain, ezzel együtt a korábbiakra is mutatkozik igény. Például Amerikába is kijutottak a könyveink, és ott például az amerikai lányok fogják a kezükbe, nyugaton nagyon-nagyon szeretik és keresik, és sokan meg is kerestek bennünket, hogy a fürdőkönyv, meg a húsos könyv, a Stéber kolbász, tehát a húsipar és a fürdő az nagyon keresett, és tehát küldünk is ki, ezek például arról szólnak. Durkóné Illis Bernadett kiemelte, abban bíznak, ez az esemény egy folyamatnak csupán egy pontja. Nyilván, amikor elkészül egy új könyv, akkor nagyon-nagyon örül neki az ember, különösen az, hogy ez egy folyamatnak a megálló pontja, remélem, tehát nem a vége, ugye a 10. könyv jelent meg, pont itt nézegették is az érdeklődők, hogy akik eljöttek a könyvbemutatóra, hogy valahol az egyik változata, hiszen két borítóval jelent meg, egy picikét hajaz az elsőre, és valóban így szerettünk volna egy kicsit visszautalni arra, hogy az elmúlt 10 évben mennyi változás történt itt a városban, hogy hasonló színvilágú borítóval köszöntjük az olvasókat. A rendezvényen első alkalommal adták át a József Dezső nevét viselő díjat. Ezt dr. Árpási Zoltán vehette át. Ilyenkor mindig az jut az embernek az eszébe, hogy vannak olyanok, akik nálamnál jobban megérdemelnék. Például azok, akik erről döntöttek, a kuratóriumnak a tagjai. Aztán az is eszébe jut az embernek, hogyha nem lenne ez a város, akkor én nem kapnám ezt az elismerést. Mert végül is ennek a városnak a szeretetéért ítélték oda az embernek. A harmadik pedig, hogy ez egy civil elismerés. Az ember kaphat állami elismerés, kaphat szakmait, de amit a civilek adnak, azt hiszem az a legértékesebb. A jövőre vonatkozó kérdés kapcsán elhangzott, a Gyulai Évszázadok Alapítvány nem akar itt megállni, további kötetek, programok megvalósítását tervezik. Ezek keretében külön jelentőséget kapna a fiatalok megszólítása.